köszöntjük Kultúra Attilának az Őrző úr szép vezetőedzőjét, akit lecsöpögbe arra kérünk, hogy értik el láttattakat a mérkőzést. Jó napot kívánok! Amit az előbb is itt kint elmondtam, azt tudom most is csak ismételni, hogy tőlünk ez most egy versenyképes teljesítmény volt, azt gondolom, amiben természetesen jelen helyzetünkben megvannak a hibapontok, vagy az apróságok, amik egyelőre nem állnak mellénk, de nekünk ebből kell építkezni, hogy én azt gondolom, hogy ezzel a mérkőzésen versenyképesek voltunk. Azt is elmondom mindig, hogyha esetleg nincs esélyünk pontszerzésre, vagy jobb az ellenfél, természetes gratulálunk az ellenfélnek, mert ő nyerte a mérkőzést, de azt éreztem a pályán, és nem tudom bántani a saját csapatomat, mert ami tőlünk telt, azt megpróbáltuk megtenni, és természetesen fejlődnünk kell, meg kiküszöbölni a saját hibáinkat, rajtunk kívülálló történésekkel pedig nem tudunk sajnos, vagy az arra nincs ráhatásunk. Tisztelettel köszöntök én is minden kedves megjelentet, hogy említettem a mérkőzést. Óriási várakozással nyilvánvalóan, egy extrém helyzet állt elő az elmúlt hónapokban Kisvárdán. Én egyetlen egyszer beszéltem erről a sajtó nyilvánosság felé, utána többet nem, de nyilván ez egy furcsa szituáció volt, és nehezen vészeltük át. Az első hazai meccsünk volt idén, óriási várakozással készültünk a találkozóra, és én úgy gondolom, hogy a kezdeti nehézségek után, amikor még a játékosokon érezni lehetett az, hogy hatalmas görcsben és nyomás alatt játszanak, utána fölálltunk 0-1-ről, és egy jogos 11-esből, illetve egy szép támadás végén az elején már nálunk volt, be kell lássuk, az ellenfelünk remekül fel volt készítve, az még az elején fölénk is nőtt valamennyire, sőt egészen, de aztán azt gondolom, hogy olyan karaktert láttattunk, ami azt sejteti, hogy szép őszünk lehet a továbbiakban. A második fél időben számos lehetőségünk volt, nyilván a vendégcsapatnak ilyenkor támadnia kellett, és kinyíltak hátul, de összességében talán bár két nagyon-nagyon hasonló játékerőt képviselő csapat játszott egymás ellen, összességében talán azért egy gól jobbak voltunk. A védelem összeállítása eleve nehézséget okozott, aztán meccs közül is kellett váltani, de mennyire váltotta be a reményét az, hogy két támadó típusú szélső átvédet volt, jöttek-e azok a beadások, amit reméltél? Jöttek a beadások, és voltak remek teljesítmények, de maradjunk annyiban, hogy van még hova fejlődnünk a szélső játékot illetően is, hogyha erre vagy kíváncsi. Illetőleg a győztes volt Balogh Norbert fejelte, meghálálta azt a munkát, bizalmat, amit belerakott a héten. Balogh Norbert egy különleges helyet is elfoglalhatna a magyar labdarúgás térképén. Nem tartott, ahol tartania kellene. Én rengeteget beszélgettem vele az elmúlt néhány héten. Rengeteget beszélgettünk a Révész Attila sportigazgatóba kerültve vele, és azt gondolom, hogy talán megérti azt, hogy nem mindig arról van szó, hogy a pálya rossz, vagy az ellenfél kemény, vagy a körülmények rosszak, hanem bizony-bizony el kell gondolkozni azon, hogy miért tart itt. Egy kiemelkedő képességű játékos, kiemelkedő tehetségű játékos, de már nem tehetség, hiszen már nem fiatal játékos. Én nagyon kedvelem őt, és nagyon bízom benne, hogy ott fog tartani hamarosan, ahol valójában tartania kellene. Ha ilyen győzelmeket arat a csapat, tovább emelkedhet a hangulat a stadionban, egyáltalán hogy érted meg így? Nagyon hálás vagyok a közönségnek. Először találkoztam a nézőkkel ugye személyesen, és azt gondolom, hogy egy kis stadionban ülünk most, ugye, de egészen varázslatos hangulata van, óriási lelkesedéssel, hatalmas hangerővel segítetek nekünk, köszönjük, és reméljük, hogy mi hamarabb még többen lesznek.